Magyar Közút Nonprofit ZRT saját beruházásában nemrég elkészült a Tiszalucz-Tiszadob közötti szakasza. A beavatkozások megyehatárokon átívelve Borsod-Abaúj-Zemplén és Szapolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszát is érintették. A munkálatok során a meglévő aszfaltburkolatot kiegyenlítették, és új kopóréteg építését végezték el a szakemberek. 6800 tonna meleg aszfalt felhasználásával, átlagosan 4 cm új aszfalt kopóréteg építésével, 5,6 méteres burkolat szélességgel. A burkolatfelújítás Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintően 3279 tonna, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában 3689 tonna meleg aszfalt bedolgozását tette lehetővé. A munkálatok kiegészítéseként Tiszalucz község belterületén a csatlakozó Köröm-Tiszalucz-Szerencs összekötő út is 210 négyzetméteren kapott új kopóréteget. A közútkezelő külön figyelmet fordított a tiszadobi ponton híd és komp megközelítését szolgáló lejárókra, így ezek is új aszfaltréteget kaptak. A burkolat felújítással érintett szakaszon 1300 tonna anyag felhasználásával építettek új patkát az út mindkét oldalán, egyes helyeken mataszfalttal erősítették meg a patka alsó részét. Ez az út hosszú-hosszú évek óta rendkívül rossz állapotban volt, és hát igen, sokan használják annak ellenére, hogy ez egy mellékútnak számít itt Borsod megyében, de a ponton híd és a komp olyan közlekedést generál a szomszédos megyével, hogy igen nagy társadalmi igény mutatkozott a felújítás iránt. Az útépítése körülbelül 3 héttel ezelőtt kezdődött, amikor is láttuk, hogy milyen igény jelentkezik, és dr. Konz Zsófia most már képviselőasszonytól, illetve Vinnai Győző képviselő úrtól a Magyar Közút vezérigazgatója egy petíciót vett át, amiben több mint 2000 lakos kérte ennek az útnak a felújítását. Magyar Közút üzemeltetési forrásából, gyakorlatilag saját forrásunkból sikerült ezt az utat felújítani. A bekerülési költség megközelítette a 400 millió forintot, és itt 6,9 kilométer hosszan sikerült megújítani az utat, egészen a település Tiszalucz központjától a kompig, illetve a ponton hídig. Ez két megyét érint összesen, tehát Borsod megyét és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érinti majdnem fele-fele arányban. A közel 7 kilométeres szakasz kivitelezését a Magyar Közút Nonprofit ZRT miskolci mérnöksége végezte a szíkszói, edelényi és a kisvárdai aszfaltozó géplánc közreműködésével. A felújítással érintett teljes szakaszon megtörtént a burkolatjelek tartós festése is. A beruházás a lakossági igények, üzemeltetési és fenntartási szempontok figyelembevételével valósulhatott meg.